Népszerű volt a rendőrség biztonsági övszimulátora, csak úgy, mint a motorjaik, a rendőrhelikopterről pedig nem is beszélve, de tűzoltóautók és katonai bemutatók is várták az őcsényi repülőtérre érkezőket. Családdal jöttünk, öten, körülnézünk, érdekel végül is minden, tűzoltóság, rendőrség, hagyományőrzés, repülés, ezért jöttünk. Igazi veterán és különleges ritkán látott rendőrségi járműveket hoztak a Budapestről érkezett hagyományőrző rendőrszázad tagjai, és a nem mindennapi egyenruháikról is sokan érdeklődtek. Hoztunk mindenféle korú járőrautókat, hozzájuk illő mindenféle korú egyenruhát, jó magam 1941-es egyenruhát viselek, ezt a közlekedési rendőrök viselték, de vannak kollégáim szintén hasonló egyenruhában, szép zsinórzattal az 1909-es, a boldog békeidők egyenruhája, amit ők viselnek. A Pünkösdi Égi Túra nevű közlekedésbiztonsági napot negyedik alkalommal szervezték meg a Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai. A családi napra évről évre egyre többen látogatnak ki. A rendőrség szóvivője szerint a kötetlen bemutatók és programok azért különösen népszerűek, mert ilyenkor akárki megtapasztalhatja, hogy az egyenruhában dolgozók is ugyanolyan emberek, mint bárki más. Nagyon fontos, hogy rendőrség munkatársai is emberek, ők is közeledni szeretnének az állampolgárokhoz, és bemutatni azt, hogy mindennapjaikban hogyan élnek, milyen munkájuk van, milyen feladataik vannak. A rendőrség családi napjának programját este Groove House koncert zárta.